Az első influencerek következő vendége, a Szomszédok című teleregény egyik főszereplője, Fehér Anna. Amikor a sorozat elindult, akkor ahogy szóba is került, már nem tudtátok, hogy mi lesz ebből, de az biztos, hogy nem lehetett tudni, hogy ebből milyen népszerűség jön. Benneteket erre felkészítettek, hogy amikor már érződött, hogy, hogy ebből mi lesz, tehát voltak ilyen tanácsadók, hogy hogy kell nyilatkozni, mit kell mondani, vagy ez mindenkire rá volt bízva. Semmilyen tanácsadók nem voltak ezzel, akkor még senki nem foglalkozott. Senki. Tehát az az irgalmatlan népszerűség, és nem véletlenül fogalmazok így, mert ehhez nagyon sok, nem is tudom, érzékenység, teherbírás és rálátás is magunkra kellett, mert ez olyan népszerűség volt, amitől állandóan az emberek egyfelől tejben, vajban füröztött mindenki, nagyon kényeztettek minket, másfelől mindenki úgy gondolta, hogy az övé vagyunk. Tehát ezért mindig mindenkinek úgymond a rendelkezésére állni, vagy, vagy különben egy nagyon rossz képet festesz a dologról. Azonosítottak sokan a feladattal, akik nem jártak színházba, vagy nem foglalkoztak egyébként a, a színészet megjelenésével a világban azonosítottak vele, de ők sehonnan nem ismertek volna máshonnan. De akkor még olyan nem volt, hogy ennek van egy olyan műfaja, ennek a hatásnak, amit mi képviseltünk, vagy, vagy amit, ami rajtunk volt, akkor erről még egyáltalán nem volt így szó. Mondjuk megkérdezett, egy benzinkútnál volt egy Ford autóm, és megkérdezett, egy tőlem néhány évvel idősebb férfi, Megkérdezte tőlem, hogy nem szégyellem a -e magam. Ért? Miért? Miért járok ilyen autóval, hogy a szüleim, nagyszüleim nyakán élek? Igen, de ő tulajdonképpen vicces, én is azt mondtam, hogy csak viccel, de ő magát nem gondolta, hogy én Alma vagyok, és nem a fehér Anna színész. De mégis a, olyan valóságosnak érezte a kérdést, hogy mégis megkérdezte tőlem, és valahogy mégsem viccelt. Én azért kerültem a végén egy presszóba, mert hogy oda tudott legtöbb szereplőt hozni a társadalom különböző helyzeteiből, az éppen aktuális történetekből. És, a, és ugyanígy, hogy legyen benne iskola, legyen benne egészségügy. Tehát, hogy nagyon sok mindent tudott a napi fontos kérdésekből bevonzani a sorozatba. Ez így külön kis előadásban nem mondta el, de hát közben ahogy zajlott, és hát nagyon sokan megkeresték őt, hogy ez jó lenne, ha erről szó lenne, hogyha ebbe... És őt mindig meghallgatta, és nagyon-nagyon keményen kívül hagyta a politikát, és bevette közben azokat a közérdekű kérdéseket, amik az embereket érdekelték, és hát alapvető rétegek. Volt ugye egy idősebb korosztály, a taxis is bármit behozhatott, ugyanígy a, a presszó, egészségügy, iskola. Az előbb mondtad, hogy azért általában szigorú volt a forgatókönyv, és főleg amit Ádám szeretett volna, az maradt benne, és keveset tudhatok hozzátenni. De mégiscsak voltak olyan pillanatok, és volt egy nagyon legendás pillanat, ami ráadásul pont hozzá kötődik, amikor valahogy ő is meglevet benneteket, vagy volt egy, egy nem megírt jelenet. Ez azért a... volt több ilyen apróság, igen. Azért volt több ilyen apróság, ami fönnmaradt, arról beszélni. Am amire most. én igen, utaltam, az, az a, bizonyos Hofi Géza a megjelenés. Ez hogy volt? Mert azt hiszem, hogy az a sikoly, amit te, amikor megnyitott az ajtót, az annyira őszinte, hogy, hogy, hogy bár lehet, hogy azt fogod mondani, hogy te ezt utod, és ez egy színészi sikoly volt, de az nekem egészen elképesztő őszintének tűnt. Ez hogy hát, volt? Az őszintesség eljött inkább azt mondanám, hogy, hogy érthetetlen, hanem spontán. Tehát az egy ilyettség volt, ugye, hogyha... mondhatnám, hogy megállt a szívem, elakadt a lélegzetem, tehát szóban szakad, lehelet, megszegik tovább, és ott ugye egy pillanat alatt váltottam, ugye munka közben, hogy akkor ezt most veszik, mert ugye ezt vették a szembe lévő irányból is. Csak ugye azt vágták be, ami a Géza volt. Utána az maradt meg. És éreztem, hogy valahogy folytatni kell, de hát elképesztő meglepetés volt. Persze, hogy nem tudtam. Hát, majd elájultam, hogy ott áll a Hofi Géza. Ugye azt hiszem, hogy talán a Péternek kellett volna utálnia. Nem tudom, kinek kellett volna utálnia, de, de persze mindent felülírt a dolog. Természetesen nem tudtam volna. Hányan voltak ebbe beavatva? Rajtam kívül mindenki. Hát ott állt az egész tábor bent. Ugye ez egy új, évi rész volt, tehát mindenki tudta, csak én nem. Azért is volt olyan nagy csönd és nagy figyelem. Egyébként is ugye egy felvételkor csönd van, de, de, hát rajtam kívül mindenki tudta, és várták, hogy tudom-e folytatni, vagy sem. És hát tudtam, hogy meg kéne próbálni folytatni, mert így tud benne maradni, a, jól benne maradni, mert hát mindenképpen benne maradt volna, de hogyha én valahogy megpróbálom őt Behívni, úgyhogy összeszedtem magam. Premierek minden csütörtökön: a műsorok legjobb pillanatai a spektrum YouTube csatornáján a teljes beszélgetések az EMC Mikrón. Töltse le az aplikációt!